reményhagyó. Liba kopasztó lányok sóhaja. Szeret, nem szeret erezet. Mint villanyhálózat vonja körbe a szívet. Robot tánc ez a farsang. Fakopács a zajban, falban. Reménytelen, reménytelen. Hólepte, ólepte föld, öl takaró. Akaró férfiak feszülnek a jónak. Tavasz könyörgések vetnek az életnek véget. Nem múlik el, csak amit halára félnek, élnek. Móger a legújabb falvédőszövegek című kötetéből olvasott fel egy vers részletet. A reményhagyó csendből, hangokból született. Mogel Tímeával tájakról, képekről, könyvekről beszélgetünk. Vajon miért csábítottál ide a Duna-Tisza-Duna csatornához, tőlünk nem messze a Doroszló-Szentkút, vajon miért választottad ezt a helyszínt a beszélgetésünknek? Több szempontból is emblematikus helyszínről van szó a részemről, hiszen, ha csak azzal kezdjük a történetet, hogy annak idején gyerekkorunkban ide jártunk le, nem messze ide az öbölbe randizni. Ö, aztán, aztán manapság nap mint nap lejárok ide, sétálni, ö, barátokkal, ö, majálisozni erre a helyre ö, jártunk ki annak idején, és ez az út itt mögöttem vezet a Szentkúthoz, a, Szent a Kegyhelyhöz is. Ö, igaz, hogy nem itt lent a, a csatorna partján, de de az utcákon végigmenve, annak idején kislányként a, a dédanyámmal is ö, azokon a, a, a járdákon sétáltunk. Zarándokoltunk el a Doroszló Szentkútra, hiszen én kislányként, ö, ő pedig idős ö, asszonyként ö, ö, jártunk a Kegyhelyre szentelt vízért. Nem messze lakott a a, a nagynéném is, gyönyörű árvácskás muskádlis házára emlékszem, nagyon szívesen emlékszem mindig vissza, hogy együtt főztünk, ott töltöttünk egy napot nála, és aztán indultunk vissza, hazafelé estére a, a Szentkutról be a faluba hát itt azért jeles író emberek is sétálgattak, ugye? Így van. Ahogy tudom, Herceg János is itt a csatornaparton szeretett naponta sétálgatni. Nyilván nem véletlen az, hogy ez egy nagyon ihlető táj környezet, és hát ugye Doroszlót választotta a helyének Fehér Ferenc is annak idején, ha csak nyaranta is, de, 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 megfordult itt a faluban, és, és dolgozott és élt a családjával ő is. Tehát szoktam mondani, hogy ez egy nagyon inspiráló környezet, ugyanúgy a Szentkút is a maga szakrális jelentőségével egy, egy, nagyon fontos, és, és hát lehet belőle merítkezni, akár emberi szempontból, alkotói szempontból, de közösségi szempontból is. Doroszlóról nekem a sok szoknya, a magaságyut az eszembe, az életedben milyen meghatározó élmények voltak, amelyek visszaköszönnek akár egy-egy különös pillanatban, vagy helyzetben, vagy, vagy a költészetedben? Az újabb kötetemben, a falvédő szövegek című kötetben van egy írás, a lakatlan házak lakói a címe és ebben gyakran említem úgy a sokszoknyát is, a, magoságyat ágyat is. A népi motivumok eleve, tehát már az első kötetemtől kezdve visszaköszönnek a versekben, de, de hát az azért van, mert, mert én úgy gondolom, hogy, hogy megélt szövegekről van minden esetben szó, tehát merítkezem abból a hagyomány élményből, ami jellemző doroszlóra, a népviseletből ö, ugyanúgy, de, de jó magam nem ö, voltam néptáncos annak idején, viszont ö, hát mély tisztelettel ö, nézem azokat az embereket, fiatalokat, gyerekeket, akik ma is magukra öltik ezeket a, ezeket a viseleteket, és hát rettentően ö, izgalmas szimbolikája van ezeknek a, ezeknek a ruháknak, a, a színes szoknyáknak színeiben, a, 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 a tulipirosnak, a sárgának, a, a zöldnek. Magos pedig hát jó magam is aludtam annak idején a nagy anyámnál. És, és, valóban sokszor szoktam arra gondolni, hogy, hogy hú, de jó lenne, hogyha fölé magasodna egy-egy dunyha, így mondjuk doroszlony dunyha, és, mert hogy ahogy az egyik szövegemben írom is, hát régen az éhezéstől féltek, és nem attól, hogy beomlik a náttető a fejük felett elődeink, de ha így is történt volna, akkor, akkor megvédte volna őket ez a, ez a vastag dúnyha réteg, mint, mint valami, valami, valami védő háló. Vajon mi a megsejtett szépségek mögött? Tehát milyen rejtett tartalmak vannak Doroszló szakrális és, és népi kultúrája mögött. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezekben, a, ezekben a merev, mert ezek merev viseletek, tehát a, ugye tudjuk, hogy van öt alsó szoknya is néha a lányon felső szoknya, akkor, akkor a blúz, ami szintén itt a nyakát egészen mereven tartja, és mereven tartja a gerincét a, a, a lánynak. Tehát ez egy fantasztikus szimbolika abból a szempontból, hogy, hogy az emberek arra törekedtek, elődeink arra törekedtek, hogy, hogy a tartást, az emberi tartást azt az öltözködésben is megvalósítsák, azt a tartást, ami, ami jellemzít a, a, a közösség tagjait még ma is, Ö, és ö, hát a szakrális értelembe vett hagyatékról pedig ö, én mindig nagyon fontosnak tartom elmondani hogy ö, hogy itt az emberek ö, népdalokon ö, egyházi énekeken szocializálódtak. És én azt gondolom, hogy azért is ilyen befogadóak, mert én tényleg őszintén azt gondolom, úgy érzem és azt tapasztalom, hogy nagyon elfogadóak költészet iránt is. Mert hát azért gondoljunk bele, hogy hogy normális esetben most egy falusi, dolgos, parasztemberről nem nagyon gondolnánk, hogy, hogy Szabadidejében idejében elvonul a szabad csendjébe és verseket olvas. De ez a doroszlóiakra, a sok doroszlóira viszont nagyon is jellemző. Tehát az én könyveimet is elolvassák, hogy úgy befogadták Fehér Ferencet, befogadták annak idején Herceg Jánost. Ö, ezek a szerzők is úgy érezték itt doroszlón, hogy valamiképpen otthon vannak ebben a közegben, ebben a közösségben. És ez ö, megmaradt, én úgy érzem, a jelenünkben is, és nekem ez ö, valahogy ö, nagyon-nagyon nagy alkotói biztonságot, szabadságot is ad, hogy hát valamiképpen ebben a minőségemben is elfogadnak itt engem. És saját magunk megismeréséhez meg, meg úgy gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy lényeges szempont az, hogy, hogy visszacsatolnak-e, visszacsatol-e a közeg, amiben, amiben élünk, és én ezt a visszacsatolást néha nagyon keményen, erősen és melbevágóan, de megkapom. És én ezt egy meghatározó dolognak tartom. Hát azt hiszem, hogy így nyer hitelt a, a, a versen van, vagy tehát a könyveid, ugye? A, én úgy gondolom, hogy a szövegek, a versek is úgy válhatnak hiteles, hogyha én magam hiteles vagyok a magam számára. Tehát, hogyha, hogyha önmagammal így valamilyen szinten rendben vagyok. Tehát én, én úgy gondolom, hiszen meg tapasztalatból tudom is, hogy nagyon összefügg a jelenfejlődés azzal, hogy a költészet fejlődik-e, a költészetem a. Egyáltalán, tehát egy alkotónak a munkássága fejlődik-e? Hát nagyban, nagyban összefügg azzal, hogy a jelen fejlődésben hol tart éppen. A falvédők azok életbölcsességre hívják fel a figyelmet. Vajon te bölcselkedsz a legújabb kötetedben? Ugye a falvédő szövegek cím, ha valaki ezt így meghallja, akkor a falvédőknek az idillikus üzeneteire gondol. Na most a kötetben ezt inkább visszájára fordítottam, és, és megpróbálom ilyen falvédőként felmutatni azokat a, azokat a, hát bölcsességnek azért nem merném mondani, tehát inkább tapasztalatokat, amelyek, amelyek én rendelkezem eddig életem során. Úgy egyénileg, mint közösségileg is. Hát ugye az első kötetben a kollásban ilyen nagyon rövid, tömör versek voltak, érződött a, a, a népi hatást, tehát a népi jelleg is, de ugyanúgy kezdtem emberi problematikákat, emberi kérdéseket boncolgatni benne. Azt is mondták erre a kötetre, hogy gyerekversek felnőtteknek igazából. Ö, aztán jött az innen sem erre szigetecske, amely, erős, amely már kezdett ö, kifelé reflektálni. Tehát nem csak a, a magam belső kis észrevételei voltak, hanem, hanem a környezetemre is. Ugye Stokjános fotóival illusztráltuk ezt a kötetet, és az ő fotóira írtam gyakorlatilag ezeket a verseket, amelyek kapcsolódnak a helyhez, ahol élek, a tájhoz erősen aztán a homo labilisben pedig, pedig inkább az emberi kérdések, filozófikus kérdések nyertek inkább maguknak teret. Noha ott volt benne a, tájélmény is. Aztán, aztán hát most a falvédő szövegekben pedig, pedig mindezek, amikről az előbb beszéltem. Tehát belső hallásod bontakoztatott ki ebben a legújabb könyvben. Vajon milyen témákat boncolgatsz? Egy kis ízelítőt. Hát szoktam azt is mondani, hogy a köteteim azok tulajdonképpen versfolyamok, tehát lehetne azt is mondani, hogy, az előző köteteim témáit most egészen megpróbálom kibontani, és, és a mélyére menni, akár a menni vagy maradni témának, Ugyanúgy a férfi-női problématikáknak is, bár ezt nem tartom olyan nagyon nagyon kidomborító tényezőnek a kötetben, hiszen inkább itt tényleg az emberi sorsok és megélések, meg az, az táj, az itt a, a fontossága, meg hogy egyáltalán hogyan lelhetjük meg azokat a belső mélységeket, amiket szerintem fontos, hogy, hogy, hogy megleljünk abban a tekintetben is, hogy, hogy hol szeretnénk élni, hogyan szeretnénk élni, tehát tulajdonképpen mindenről szó van ebben a könyvben, ami egy emberi életben e szóba jöhet. Ez a kötet, ez azért műfajilag elég vegyes, tehát olvashatunk benne verset, prózaverset, és utat nyitottál a kis prózának is mégis a próza az egy, az egy egészen új út volt számomra. Noha még mindig sokan azt mondják, hogy ezek a prózai szövegek igazából hosszú versek. Na én azért ezzel nem értek természetesen egyet, mert azt gondolom, hogy a versnek kell, hogy legyen egy zenéje, kell, hogy legyen egy ritmusa, kell. Tehát, azért azért én ezt én ezt inkább kis kisprózának kis nevezném ezeket a szövegeket. De nagyon izgalmas volt, és hát remélem, hogy ezen az úton is tovább tudok majd haladni és és tudok majd hasonló szövegeket írni, de az életemnek egy nagyon intenzív, érzelmileg intenzív időszakában íródtak ezek a szövegek, ö, és hát úgy éreztem nyilván, hogy a vers formája, maga a vers ö, nem, ítézőjelben nem elegendő ahhoz, hogy, hogy kifejezzem. Azokat a tapasztalatokat és érzéseket, amiket éreztem abban az időszakban. A falvédő szövegek illusztrációit, képmanipulációit te magad készítetted, a te érintésedre nyitottak meg, milyen képtereket jártál be? Elsősorban a fotók doroszlón vagy nyugatbácskában készültek. A rajzok azok otthon, <laughs> a nyár melegétől elbújva a hűvösben. Számomra is egy nagy ö, kaland volt ez is, ugyanúgy, ahogy a prózába belevágni, ugyanúgy, de nagyon természetes kaland volt. A kötetben ö, ugye erősen jelen van a, a hal és a csigamotívum többször, több helyen. Ö, hát a hal, mint a kereszténység, mint az alapértékek jelképe is, ö, ugyanakkor, ö, mint, mint, mint olyan lény, amely ö, hát, hát úszik valamilyen szinten az árral vagy úszik valamilyen szinten az árral szemben is. A csiga pedig, pedig ugye magáncipeli a házát. És itt megint visszatér az otthon motívuma talán, hogy, hogy nem szabadulhatunk meg, de, de ne is akarjunk megszabadulni mindattól, ami, 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 megtart bennünket, a, a, megtartó múlttól. aztán a könyvben könyvben jelen van még egyéb, tehát ilyen nagyon organikus minták, most itt van például egy egy, egy hal hal kép <laughs> megfogalmazás, aztán aztán ugye vannak saját rajzok, ami picit így a csigamotívumra hajaz, és és ott vannak sírkövek is, amelyek hozzá tartoznak szintén a a mindennapjainkhoz, a múltunkhoz, az örökségünkhöz. Ö... És te egy családi örökséget is hoztál magaddal, úgy látom, igaz? Így van, hát a tárgy, amit, amit magammal hoztam, az egy 140 éves, tehát anyukámmal kiszámoltuk, hogy mennyi lehet. Egy 140 éves imakönyv, amely az ők, apámé és az ők anyámé volt, és ide szépen bejegyezték, ugye, hogy ki mikor született a családban, és, és hogy ki Tehát itt a szerepel, hogy a nagypapám Tallósi Elek, úgy írja, hogy az ő onokája, született 1924 év szeptember 8-án, kisasszony, kisboldogasszony napján. Ö és hát ezt féltve, mondanom se kell, hogy féltve őrzöm erekjeként a, a könyves polcomon, a szent könyvek, a Biblia és a többi mellett, mert hát ezek, ezek olyan, olyan ö, irányadó dokumentumok és olyan... Ö, Erekjék, amelyek azt gondolom, hogy, 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 hogy meghatározzák a, az életünket. Az is meghatározza, hogy megvan ez a könyv, tehát hogy megőrizték ennyi sok időn keresztül, és, és hát én azt gondolom, hogy, hogy hát ez, 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 a legtöbb, amit így az ember tud az életben elérni, hogy, hogy továbbadja továbbadja valamilyen szinten azokat a dolgokat, amiket fontosnak tart. Na, én, én ebben a továbbadás vonatkozásában én az írást is valahol így élem meg, hogy, hogy akkor, akkor, azt, amit én gondoltam, vagy, vagy fontosnak tartottam, vagy, vagy ami megérintett engem, azt ilyen módon meg tudom osztani. És hát a falvédő szövegekre azt is mondják a kritikusok is, hogy olyan, mintha egy napló lenne igazából. És most, hogy ezt a könyvet vagy füzet két szinte a kezemben tartom, én is úgy érzem, mint egy napló füzet lenne, és nagyon tetszik, hogy ilyen lehetett a formája, amilyen. Ha az emberek a szövegeid olvassák, mit szeretnél, hogy érezzenek? Szeretném, ha éreznének, mernének érezni elsősorban, tehát mernék megélni az érzéseiket, másrészt pedig azt szeretném még kívánom, hogy elgondolkodjanak talán. Tehát, hogy merjenek mélyre menni, nem csak érzelmi szinten, hanem gondolati síkon is, szellemi síkon is a dolgaikban, az, 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 életben, mert, mert én ezt találom a leg, legnagyobb kalannak, hogy, hogy hát, hogy bátornak lenni, vagy megtanulni, bátran élni. Tehát és valahol talán ez a kötet ezt is boncolgatja, hogy, 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 hogy hogyan kellene, messze nem akarja megmondani, hogy hogyan kell, de, de hogy hogyan kellene, hogyan lenne jó. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az új készülő kéziratnak már megvan a helye. Veszprémben a Művészetek házánál bekerült a három éves kiadói programba, ez azt jelenti, hogy három éven belül ez a könyv is megjelenik majd, és Hát talán még erősebben, az eddigieknél még erősebben szól majd a közvetlen környezetemről, a falu problematikáról, úgy, mint, mint élményről is. Hát remélem, hogy számunkra is nagy élmény lesz. Én köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget is nagyon. A nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátása.